Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából, sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírus és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos dolgokat visz végbe. Jézus meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: Te vagy az Isten fia. Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne hírezteljék, kicsoda ő. Ezek az evangélium igéi. A mai evangélium Márk könyvének az elejéről a harmadik fejezetből van. Jézus nem olyan rég kezdte el a narráció szerint nyilvános működését, az Isten országának hirdetését és a csodákat, és mégis azt látjuk, hogy Jézus a népszerűségének csúcsán van, mint egy sztár úgy kezelik. Visszavonul a Genezáreti tóhoz, és hatalmas tömeg követi. Az evangélium felsorolja a különböző területeket, régiókat: Galilea, Júdea, Jeruzsálem, Idumea, Jordánon túl, Tírus, Szidon. Nem csak a zsidók, hanem a tág környék mindenhonnan jöttek hozzá, mert hallották, hogy itt valami rendkívül különleges van. Milyen csodálatos dolgokat visz végbe. És valóban, írja az evangélium, hogy sokakat meggyógyított, és még a tisztátalan lelkeket is kiűzte. És itt jön egy igazán érdekes dolog, ami Márk evangéliumában különösen sokszor fordul elő. A tisztátalan lelkek, amikor Jézus kiűzi őket, úgy kiáltoznak: Te vagy az Isten fia. Ha úgy tetszik, megvallják, hogy kicsoda Jézus. Kimondják azt, amit maguk az emberek nem tudtak. Mert általában nem ismerték fel, amikor Jézus kérdi az apostolait, kinek tartanak az emberek. Azt mondják, hogy egynek a proféták közül, Illésnek, Keresztelő Jánosnak, senki sem mondja azt, hogy az Isten fia. A kiűzött tisztátalan lelkek, a démonok ezt kimondták. Ő pedig szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda ő. Máshol, érdekes módon a gyógyításoknál is, Krisztus megtiltja: ne mondd el senkinek, ne menj vissza a városba, ne hírezteld. Ez az a jelenség, amit a teológusok Márk evangéliumában úgy hívnak, hogy a messiási titok. Krisztus a messiás eljön a földre, hatalmas népszerűségre tesz szert rövid időn belül a csodáival, a beszédeivel, de mégis, mintha azt akarná, hogy ne derüljön ki, hogy kicsoda ő. És Márk evangéliumának csak a legvégén halljuk, megvallják, hogy ki az Isten fia. A kereszt alatt, amikor meghal, akkor a római százados, a centurió kimondja: ez valóban az Isten fia volt. Amikor egy ember mondja ki, és nem a tisztátalan lelkek. De addigra, mire eljutunk ide, az evangélium 16. fejezetére, addig Jézus népszerűségéből, hogy így fogalmazzunk, semmi nem marad. A hatalmas tömegek, akik követték őt, szép lassan eloszlottak, eloldalogtak mellőle. Az utolsó óráiban, a Getszemáni kertben még az apostolok is ott hagyták, és az Isten fia, a messiás gyakorlatilag egyedül hal meg. Miért tiltotta tehát Jézus, hogy elmondják, hogy kicsoda ő? Várták, a választott nép várta a messiást, de akit ők vártak, amit ők elvártak volna a messiástól, az egyáltalán nem az volt, amit Krisztus akart hozni. Ők politikai szabadulást és földi jólétet akartak a messiástól. Jézus tudta, hogy ő a messiás, tudta, hogy az emberek ezt várják, és tudta, hogy ő nem ezt hozza. Sokkal többet, sokkal jobbat és sokkal nagyobbat. A bűnök bocsánatát, az örök életet, hogy kapcsolatba kerülhetünk az Istennel.
De mindezt egészen addig lehetetlen megérteni, és látjuk az evangéliumokat olvasva, hogy az apostolok se értették. Egyáltalán nem értették. Majd az elkövetkező napokban lesz egy evangélium, amikor Jézus kifakad, szinte kiabál velük. Hogy lehet, hogy még mindig nem értitek? Hogy lehettek ilyen ostobák? Hogy lehet ilyen lassú a felfogó készségetek? Itt vagytok velem, és nem látjátok? Valóban nekünk is nehéz időnként megérteni, hogy mit akar Krisztus. Tőlünk sincsen messze ez a mentalitás, hogy hozzon egyfajta jólétet, gyógyítson meg a betegségekből, óvjon meg a bajtól. Ha nem is akarunk gazdagok lenni, de hát persze megélni meg kell is, mindezekre kérjük Krisztust. Ami jó, ebben semmi baj nincs önmagában. De tisztába kell lenni azzal, hogy Krisztus nem ezért jött. Sokkal többet akar nekünk adni. És lehet, hogy nem fog meggyógyítani, de mégis az örök életet adja. Lehet, hogy nem fogunk soha jó módban élni, de mégis vele élhetünk boldogan. És éppen ezért a kereszt alatt lehet megérteni Krisztus küldetését. Látni, hogy a messiás, akit az Isten küld, szenved és meghal. De mégis ezáltal az örök életet hozza. Krisztus maga mondja máshol, aki követni akar, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Úgy tud követni engem. Nem kibújva, megszökve a nehézségek elől, hanem azokban az Istennel találkozva, ott felfedezve az Isten szeretetét, hogy az Isten ezeket a helyzeteket, a szenvedést, nevezhetjük így a halál helyzeteket, képes belülről átalakítani. Képes velünk megtapasztaltatni ezekben a helyzetekben az örök életet, a lelki értelemben vett szabadulást. Ezért a messiási titok. Ezért tiltja Krisztus, hogy kimondják, hogy te vagy a messiás, mert mindenki félreérteni. Maradna egy sztár, akit az evangélium mondja, mennek hozzá, mert látják a csodás dolgokat. Nem azért, mert az örök életet várják, nem azért, mert az Istennel akarnak találkozni, hanem mert látják a csodás dolgokat. A csodás dolgok viszont csak jelek. Jelei annak, hogy valami sokkal nagyobb van itt. Néhány napja hallottuk az evangéliumban, hogy leengedik Jézushoz a bénát a tetőn keresztül, és ő megbocsátja a bűneit. Senki nem kérte, hogy bocsássa meg a bűneit. Azt akarták, hogy ez a szegény béna járni tudjon. És Krisztus, hogy bebizonyítsa, hogy a bűnöket is meg tudja bocsájtani, csak ezért gyógyítja meg. Mi életünkben is néha Krisztus így adja az eseményeket. Nem azt, amit várunk, de lelki szempontból, lelki értelemben sokkal többet. Adja meg az Isten, hogy mi is a keresztünket hordozva, a kereszt lábánál, a szenvedésekben is fel tudjuk ismerni, hogy valóban ő az Isten fia, valóban ő a messiás.